Jó estét! Sziasztok! Ez itt most játékból egy tetszőleges magyar középiskola. Ők a diákok, én pedig egy tanártal, akik a behogy hálóta is. Ő most játékból a testvérem, akivel nagyon szeretjük egymást. Megyünk együtt haza! Bocs, de valakinek barátai is vannak. Vicces vagy. Hát így épülünk mi aranyosan. Azért ez nem lesz mindig így, majd meglátjátok, meglátják. Jutka az iskolai kaszakót játsza. Kicsi, de jelentős szeret. Kicsi, de jelentéktelen. Szívesen csinálom, mert bérlek titeket. Mi is. Olga is egy tanárkollégát alakít. A jelmezéből is látszik, hogy ez egy markáns karakter szeret. Én leszek a hülye tanár. De aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem értem. Ezt már több lényiből mondtam. Persze. És most pörgessünk le egy pedagógiai kísérletet. Ezt még egy Ron Jones-szerű pasas találta ki a 60-as években Amerikában. Aztán megcsinálták Németországban is, és ez lesz a harmadik kísérlet. Jöhetünk? Persze, gyertek! Menjünk! És most pillancsunk bele egy fiatalos helyzetben. Hé, köcsög! Nekem szóltál! Gyere már ide! Igen! Bekaphass! Kap be te, köcsög! És ez így megy tovább! El tudjuk képzelni, a szerencsére megérkezik a tantestület. Egy kis figyelmet kérlek! Vivian is ide figyelem! Ugye nem cigaretta van a kezedre? Jé, tényleg! Bocsitottak, hogy én elhattam. Elkezdjük ezt a tematikus hetet. Célunk, hogy ez alatt az idő alatt alaposabban megismerkedhessenek a különböző politikai nézetekkel, társadalmi berendezkedésekkel vagy filozófiákkal. Bemutatom a projektvezető tanárokat. Nagy Ágota tanárnő a demokrácia kurzus fogja vezetni. Köprényi tanárnő az anarchiát, Szégi tanárnő pedig az autokráciát. Micsoda? Parancsolj! Egy pillanatra, légy szíves! Ne haragudj, de arról van szó, hogy én vezetem az anarchiát. Ki mondta? Hát azt hittem, ez egyértelmű. Volt a tanár értekezett, a prezentált az elképzeléseit. Kidolgozta az egész ételeket. Te sajnos nem voltál jelzik. Hát borultam a motorra, a kötözésem voltam. Sajnálom. Figyelj, Jutka! Két évig éltem Rotterdamban egy foglalt házban. Hónapokig csevesztünk Berlinben a zenekarral. Beszéljétek meg, ha elcserélitek nekem úgy is jó. Most akkor mi van? Még egy pillanat türelmet kérünk. Olga. Area acta es. A kocka el van vetve. Igen, én is tudom, mit jelent. Én úgy gondolom, hogy kell a témát, hogy megfelelő távolságot tanítható lehessen. Itt nálam is megvan ez a távolság. A projekt 7C, hogy a diákoknak bemutassuk a demokrácia előnyeit. A Molotov koktélgyártás inkább kémia órára való. Autokrácia, vagyis önkényuralom, egyeduralom. A kifejezés köré épült a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Zsölye csoportjának előadása az Országos Diákszínjátszó Egyesület nyíregyházi találkozóján. Az intézmény keretein belül alakult csoport, a Zsölye Színkör, már két éve aktív. Nyíregyházi színjátszó és színházkedvelő fiatalokból áll, 14 középiskolás tanuló a tagja, főleg tizedikesek és tizenegyedikesek, akik tanulmányaik mellett hetente egyszer három órás próbákra találkoznak. Sziasztok, ügyetek! Tudja valaki közületek, hogy mi az az autokrácia? Na, mi az az autokrácia? Autokratikus államforma. Ádám? Diktatúra. Diktatúra, oké. De mi az, hogy diktatúra? Tudná valaki definiálni? Mondjuk Liza? Definíciószerűen. Nem tudom. Akkor Andi? Passz. Valaki. Valaki. Na, Vigle, te mit gondolsz erről már? Lövésem sincs. Nem az, amikor egyetlenben valakodik a tömeg fele? Majd. Maga a szó görög eredetű. Az autoknak a jelentése önmagát kormányzik. Az autokráciában valaki vagy egy erős érdekcsoport olyan mértékű hatalommal rendelkezik, hogy tetszésük szerint irányíthatják a történet. A darabban a tanárnő nem a hagyományos megközelítést választja arra, hogy a diákok megtudják, mit akar az önkényuralom. Azt akarta elérni, hogy a tanulók saját bőrükön tapasztalják meg. Először csak lelkesek a diákok, hallgatnak és figyelnek a tanárra. Ez az összefogás már annyira kihat a közösségre, hogy egyenruhát kezdenek hordani. Pár nap után az osztály minden tagjának fehér ingben kell iskolába járni. A következő nap egy nevet is kitalálnak maguknak. Ők lesznek a hullám, és egy saját köszönést is kitalálnak. A történet talán itt kezd durva cselekménybe fordulni. Vannak ugyanis olyan diákok, akik nem hajlandóak felvenni az egyenruhát és egységesen köszönni. Ők persze kevesebben vannak. A fehér ingesek elkezdik kirekeszteni őket, ezért az iskola vezetőségéhez fordulnak. A darab utolsó jelenete egy gyűlés, ahol az autokráciát oktató tanárnő, a fehér ingesek és az iskola vezetése is részt vesz.
A tanár ekkor szeretné leállítani a csoportot, bebizonyítva ezzel azt, hogy már pedig diktatúra bármikor kialakulhat, akár a jelenkorban is. Van azonban egy diák, aki annyira görcsösen ragaszkodna a csoporthoz, hogy végül öngyilkos lesz, mikor megtudja, hogy a csapatnak vége is csak egy kísérlet volt. A társadalmi berendezkedések közül az, hát a diktatúra volt a középpontban, aminek én voltam a projektvezető tanára, és hát megismerhettük a diktatúrának az előnyeit és hátrányait is, tehát hogy pozitívként például nagyon, nagyon átélhettük ezt a közösségi hatást, és tényleg nagyon egybe volt a csapat, a darabon kívül is egyébként. Viszont hát a negatív tapasztalatok még jobban előjöttek a legvégén, mert hát nagyon elfajult az egész szituáció. Nekem nagyon szimpatikus volt már az elején is a darab, nem ismertem a történetet, viszont egy film alapján készült, annak is az a címe, hogy A hullám, és egy német film, és tényleg már mikor először megtartottuk az első olvasópróbát, már akkor nagyon szimpatikus volt, de szerintem nem is csak nekem, hanem az egész csoportnak, szóval már az elején eldőlt, hogy akkor ezzel nagyon szívesen fogunk dolgozni, és hát igazából, mivel konkrétan velünk egyidős embereket játszottunk, így könnyű volt belehelyezkedni a karakterünkbe. Legalábbis a diákoknak, ugye én egy tanárt játszottam, de mivel mi is sok tanárral vagyunk kapcsolatban a mindennapokban, így sikerült. Nagyon jól éreztük magunkat a próba folyamatokban. Hát a végén nagyon-nagyon brutális volt, mert így tényleg konkrétan másfél hétig minden nap próbáltunk körülbelül, de nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon jól összerázódott a csapat, ugye voltak szereplők, akik még ebbe az évbe érkeztek hozzánk a kis színjátszó csoportunkba, de nagyon, nagyon jól összerázott a próba folyamat, és igen, körülbelül 3-4 hónapot foglalkoztunk vele úgy intenzívebben, és ennyi idő alatt sikerült így összerakni. Viszonylag jó reakciókat kaptunk. Hát kaptunk kritikákat is, például most a színészi játékomra kaptam néhány építő kritikát, remélem, hogy ezt majd fogom is tudni alkalmazni, de hát igazából szerintem ilyen 90%-ban nagyon pozitív értékeléseket kaptunk. Még ugye a zsűrinek nem hallottuk az értékelését, de majd kíváncsian várjuk. És hát igen, számítottunk rá, hogy hát ugye azért nagy rész, mivel egy fiatalok mindennapjait bemutató darab, voltak benne poénos részek, azt szerencsére, hogy a takarásból hallottuk, azt úgy jól vette a nézőközönség, és azért sikerült megnevettetni őket. Viszont a végén ugye számítottunk egy úgymond katarzis élményre, és azt hiszem, hogy az is sikerült. Na jó, mi az autokratikus rendszerek alapja? Karina? Valamilyen ideológia. Aha, és mi? Kontroll. Ellenőrzés. Az ugyanaz. Én valami egyszerű dologra gondoltam, nagyon előre szaladtunk. Elégedetlenség. Ez is jó, húzd ide, én most másra gondolok. Akkor úgy kérdezem, hogy mi a közös minden diktatúrikus rendszerben? Mi kell hozzá? Mi az, ami elengedhetetlen? Egy vezér! Pontosan! Minden diktatúrának volt egy központi vezér alapja. Játszunk el a gondolattal. Ki lehetne a mi vezérünk? Na, közülünk ki lehetne a vezér? Te vagy a tanár? Legyek én. Aha. Közületek valaki? Majd én! Veszek én a vezéretek! Felejtsd el! Kreatív! Döcs fel! Legyen tekintve! Jó, akkor szavazzunk! Ki szavaz arra, hogy a héten én legyek a vezéretek? Én igazából már 7 éve kezdtem ezt a színjátszó csoportba való részvételt, 10 éves voltam azt hiszem, és hát igen, ugye ez a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Intézménynek a keretein belül zajlik, és hát mikor még ide kerültem, nem voltak vele nagyon konkrét ambícióim, viszont azóta azért kialakultak fontos célok, amiket remélem, hogy meg is tudok majd valósítani a közeljövőben. Szeretnék gimnázium után például színművészeti egyetemre menni, és hát színésznek tanulni, és igen, ezen a pályán szeretnék elhelyezkedni. Már több éve Mendler Mónika a rendezőnk, és nagyon jól ki tudja hozni az emberekből igazából, amit lát és érez bennük, és szerintem nagyon sokat fejlődtem ennyi idő alatt, de hát ugye természetesen az életkoromtól függően is ez ugye várható volt, de tényleg hát sokat fejlődtünk. Egy évben egy darab az ilyen fix, amit mindig megcsinálunk, ugye erre az Országos Diák Színjátszó Fesztiválra, ezen kívül pedig, ami majd jön, talán lesz még ez évben egy ilyen projekt a Vlami keretein belül, aminek talán Cipő projekt a neve, és abban fogunk még valami kis jelenetet, darabot összehozni, de szerintem ilyen nagyobb produkcióra már csak jövő évre számíthatunk jövő évben. Kuszt
Te vagy az? Igen, én vagyok. Én vagyok találja a testőre. A testőre? Maga a vezérünk. Nem mondhatom, hogy bármi baja történjen. Mégis mi bajom történne? Túl fontos embere. És néhány személyek nem tetszik, hogy talán ő kezébe vette a dolgokat. Jobb lesz vigyázni. Tudom, hogy kell magám a testőr. Kedves, hogy aggódsz értem, de nem hiszem, hogy bármi veszély fenyegetne. Most már nem szivatnak, nem gúnyolnak ki. Ki? A többiek. Amióta a hullámon éltem, mert először érzem, hogy tartozom valahova. Végre részt sem vettem valami igazán fontosnak. Szeretném megvédeni. Jó, rendben, majd megbeszéljük, de most menj haza, jó? Minek? Otthon lesz a szalnak. Ha gondjaid vannak, nyugodtan megkeressed, de testőre nincs szükség. Ezzel a csapattal második éve dolgozunk együtt, és tavaly egy szerkesztett műsort adtunk elő, és már akkor megfogalmazódott a gondolat a gyerekekbe, hogy mi lenne, hogyha jövőre egy teljes darabot, amit elejétől végéig egy megírt drámát adnánk elő, és akkor ők ki tudnak próbálni magukat, ugye, hogy egyetlen egy figurát hoznak a elejétől a végéig. És akkor én már tavaly májusban elkezdtem keresgélni, és azt hiszem filmformátumban találtam rá erre a darabra, Hullám címmel, egy német film, és utána rájöttem, megtaláltam ugye az interneten, hogy Tasnád Istvánnak is van egy változata, amit színpadra szánt, és akkor így ezt megtaláltam, bevittem nekik, és teljesen el voltam gájulva tőle, úgyhogy így találtuk ezt a darabot ötletből. Nem volt hiány, tehát záporoztak az ötletek, főleg az ilyen poénos, inkább lenyírbálni kellett ezeket, hogy azért nem kell ennyire ennyi bele, mert ez azért komoly történetről van szó. Úgyhogy mentünk végig, először ugye végigmentünk az olvasópróba folyamaton, akkor lehetett mondani az ötleteket. Több jelenetet kivágtam, illetve átírtam benne. A végéről is hiányoznak dolgok, amit megírt a szerző, de gördülékenyen ment, és nagyon jó ötleteket hoztak a srácok is. Aktuál politikai részeket írt bele az író, de azt én úgy, ahogy van nagyjából, tehát hogy valamennyit muszáj volt hagyni az érthetőség miatt, de azt kiszedtük belőle. Viszont ez egy értelmes társaság, tehát a Krudiból, Kölcseiből vannak túlnyomó részt a diákok, és velük aztán már komolyan lehet beszélgetni. Tehát 11-esek legtöbben, 10-11-esek, és velük aztán lehet, úgyhogy azzal kezdtük, hogy ezt átbeszéltük, ezt a folyamatot, és nem kellett magyarázni nekik a diktatúra fogalmát, vagy a nácik fogalmát, úgyhogy nagyon értő csapat ez ehhez a darabhoz. A darabot még biztosan láthatja a közönség a Határtalan Színjátszó Fesztiválon májusban Nyírbátorban, valamint a Hullám című előadás aranyminősítést kapott a régiós találkozó Nyíregyházán, és meghívták a Gyoma Endrődi Országos Diák Színjátszó Fesztiválra április közepére. Erre az alkalomra olyan előadásokat válogatnak a szervezők, amelyek a közösség erejét, a közösség élményét tudják bemutatni a színház eszközeinek segítségével.